Kedves nézők, egy újabb Guinness rekord birtokosa lett Hegedűs László, akit itt köszönthetek szeretettel a stúdióban. Szia Hege, köszöntelek és gratulálok. Szia, köszönöm szépen. Ez már a második, majd érintőlegesen az elsőről is, de most ez a nagy durranás. A történet arról szól, hogy hát miről is szól? Egy 23,5 méter hosszú távról, 15 korlátról, amit két keréken kell magasugranod, és időre ráadásul. Tehát ez egy ilyen... Igen, így van. Minden bele. A korlátok 65 cm magasak voltak, egymástól 150 cm-es távolságra helyezkedtek el, és egy feladatom volt a lehető leggyorsabban teljesíteni ezeket. Mi volt az eddigi rekord, és hova sikerült eljutnod? Picikét ugorjunk vissza ennek a rekordnak a legelejéhez, amikor is Kínában felállították ezt a rekordot egy perces idővel, rekordidővel. Ezt követően 2006 után jött egy többszörös világbajnok triál versenyző, aki megcsinálta 26 másodpercet, majd 2010 környékén Joe Oakley brit versenyző 13,88-at ment, amihez nyilván nagyon fontosak voltak a feltételek is, hiszen nem mindegy, hogy valaki mondjuk füvön, salakon vagy éppen betonos talajon tudja ezt megpróbálni. Tehát nyilvánvalóan a beton leggyorsabb. Tehát betonon lehet a legjobban haladni, főleg, hogyha mondjuk egy... Honnan tudsz jól elrugaszkodni? Igen, persze. Igazából egy csomó ilyen kis speciális beállítás van, itt a bringánkon is ilyenkor meg kell eszközölnünk. Tehát azért nem mindegy, hogy milyen gombnyomással csináljuk meg a rekordot, mert amit például a versenyzés alatt használunk, az nem feltétlenül jó ehhez a számhoz. Tehát ugye ez így ilyen nagyon, nagyon érdekes, és tényleg erre is külön fel kellett készülnöm, hogy akkor a bringa beállításai, a gombnyomástól kezdődően az, hogy milyen praktikákat használok ugrásoknál, ezek mind számítottak. Ugye olyan nuansznyi időkülönbségről van szó az előző rekorder és a jelenlegi aktuális érrekordom között, hogy ott gyakorlatilag tényleg mondhatjuk, hogy minden számít. Ugyanaz, mint mondjuk a sprint számoknál vagy a gátfutásnál, egy nagyon rövid időtartam alatt kell teljesítenünk valamit, és ott már azért nuansznyi dolgok is kijönnek. És hát egy percről indult ez a történet, és most kereken 13 másodpercnél tart. Igen, így van. De ez némi javulás. Így van, és az foraktál az eredetén sokat. Igen, és az a durva, hogy egyébként érzem magamban még akkora erőtartalékot, hogy én úgy gondolom, hogy egy 12 másodperc körülire le tudnám vinni, hogyha a körülmények is adottak lennének, de hát nyilván a körülmények azok, amiket nem tudunk befolyásolni. Tehát használtok én bármilyen praktikát, felkészültek én akár fél éven keresztül is erre a rekordra, hogy csak ezt csinálom, és tényleg speciálisan erre edzem, de hogyha esik az eső, vagy éppen füves a talaj, akkor sajnos az kiküszöbhetetlen, hogy időcsúszás történjen, úgymond. A rekordszámban. Milyen magasak ezek a korlátok? 65 cm magasak darabonként. 15-öt teljesítettél, 13 másodperc alatt. Előírása az, hogy milyen talajról rugaszkodsz el? Hát nem előírás, rendezőktől függ, igen. Mert alapvetően úgy lett volna tervezve ez a rekordkísérlet, hogy én ezt színpadon csinálom meg. És nyilván ugye színpadon viszont tök jó talaj, tehát jó az anyaga, lehet is rajta haladni, viszont nem volt olyan hosszú színpad, hogy ezt a 23,5 méteres távolságot ezt ki lehessen rakni korlátokból, ezért került le a fűre, mivel a Green Parkban nem igazán volt olyan szabad terület azon a hétvégén, a London körverseny miatt, amit tudtunk volna használni világrekordhoz. Tehát, hogy ez ilyen többszörös lutri. Hogyan jutották ismételten Londonba? Tehát ez, miért éppen ezt? Ez meghívásos alapon működik, neked ajánlották a figyelmetbe, te szúrtad ki, úgymond, hogy na, én ezt megpróbálom megdönteni, ezt a világrekordot. Hogyan került képbe? Úgy került képbe az egész, hogy engem minden évben meghívnak London legnagyobb kerékpáros triál eseményére, ahová tényleg mondhatjuk azt, hogy a világ legjobb triál versenyzőit hívják meg, és az Urbán triál bajnokság keretein belül megrendezésre kerül egy verseny, amit követően ugye különböző Guinness világrekord döntések követhetnek, feltéve, hogyha mondjuk az aktuális versenyzők közül bármelyik vállalja azt, hogy akkor ő szeretne megpróbálni egy-egy Guinness világrekordot. Nekem viszont, ugye ez jött tavaly, tehát én megmondtam őszintén a szervezőnek, hogy akkor nekem a verseny az most háttérbe szorul, és elsősorban engem a Guinness világrekord érdekel, és én inkább arra vonalra mennék rá, és arra készülnék fel. Versenyeztem eleget, több mint 8 év aktív
év világkupa esemény után azt gondoltam, hogy egy picikét a kihívásokon is úgymond változtatok, és akkor ugye innen jöttek a Guinness világrekordok. Én ezt a rekordot egyébként a verseny előtt 4-5 hónappal néztem ki, és hát elkezdtem gyakorolni itthon Cegléden, a volt iskolámban, közgázban. Tehát hogyan készültél? Itthon nyilván erre készültél. Igen, hogyan igen. készültél? Milyen körülmények között készültél? Milyen talajon készültél? Megpróbáltam ezt füves talajon, valamint salakon egyaránt. De mivel akkor még, amikor én erre felkészültem, nem körvonalazódott az, hogy most akkor pontosan mi lesz a talaj, amit nekem meg kell csinálnom, ezért úgy gondoltam, hogy a fű és beton közötti legideálisabb plac az a salak lesz, ezért ugye a közgáz salakos focipályán készültem fel, Tamás barátom segített, és korlátok által, gátok által, ugye én próbáltam ezeket az ugrásokat, úgymond Túrjányi Tamás, így van, és akkor próbáltam ezeket az ugrásokat lehető legjobban imitálni, és úgy kigyakorolni, kiedzeni őket, hogy mondjuk egy 65 centis korlátot ne ugorjak túl, mert akkor megint idővesztés történik. Tehát én bringával, hogyha mondjuk egy korlátot kéne átugranom, akkor szerintem ilyen 140 centiméteres korlát lenne a maximum. Na most a 140 és a 65 centiméter között óriási a differencia, és azért nekem arra kellett figyelnem, hogy ezeket a 65 centiméteres korlátokat csak néhány centivel repüljem túl. Igen. Utaltál arra, hogy itt a beállításoknak, akár a guminyomásnak is komoly jelentősége van. Ez mennyi időt, energiát emésztett fel? Itt gyakorlatilag neked mindent tapasztalati úton kellett felépíteni az elmúlt hónapokban. Igen, így van, viszont erre volt is időm, mert korán elkezdtem a felkészülést, és hát az a helyzet, hogy néhány ugrás után már azért éreztem magamban, hogy erre képes vagyok, és ezt meg tudom csinálni, és ez tök jó, mert ez motivációt adott ahhoz is, hogy akkor minden nap menjek, és akkor csináljam, gyakoroljam. Beszéljünk a körülményekről. Hát nem egy verőfényes nap volt akkor éppen Londonban, amikor erre sor került. Igen, igen. Tehát és ez nem könnyítette Londonban, meg a dolgodat? Londonban minden évben meglepetésért eddig. Tehát ugye harmadik éve járok ki erre a londoni versenyre, és mindig van valami meglepetés, ami mondjuk nincs belekalkulálva. Tehát ugye ezekkel mindig számolni kell egy versenyzőnek, hogy nem elég az, hogy ő most felkészül valamire, mert igenis a körülmények, valamint az úgymond szervezési hibák, azok mindig előfordulhatnak. Viszont egy biztos, hogy az én dolgom az, hogy ezekhez a hibákhoz, problémákhoz, illetve a körülményekhez alkalmazkodjak. Tehát más nem tudok csinálni. Lehet ott most panaszkodni, és csináltam volna azt is, hogy nem próbálom meg a rekordot, mert hogy ez nem az a körülmény, amiért én kijöttem. Viszont én nem így gondolkozom, tehát próbálom jó optimistán felfogni, és hogyha már kint vagyok Londonban, akkor meg akartam ezt próbálni mindenféleképpen. Tehát ugye itt most például úgy volt a rekordkísérletem, hogy az volt megegyezés szerint, hogy én ezt szombaton megpróbálom verseny után. Na most verseny után megpróbálni egy rekordkísérletet, hát az megint csak egy picit érdekes, hiszen nekem 2,5 óra versenyzés után az, hogy rekordidőt menjek, az hát az majd hogy nem a lehetetlennel egyenlő. De úgy voltam vele, hogy jó, próbáljuk meg szombaton verseny után. Szombaton leversenyeztem, nyilván taktikusan mentem, tehát nekem azért úgy kellett versenyeznem, hogy ezeken a pályákon, amik a háttérben is látszódnak, ezek a hatalmas farönkök és áthidaló hidak, ezek ne fárasztanak ki úgy, hogy utána rekordra meg nem marad energiám, tehát így tök taktikusan megcsináltam a versenyt, ami egyébként nagyon jól sikerült. Tehát szinte bemelegítésnek szántad? Lehet ezt mondani? Erős, kis túlzással? Hát egy kis túlzással, igen. Tehát egy jó hosszú bemelegítés, egy 2,5 órás bemelegítésről volt szó, igen. És ugye hát utána közli velem a szervező, hogy ne arra úgy hege, de hogy áttettük vasárnapra. Hát de mondom, miért? Hát ennek tehát nem így beszéltük meg, én mentálisan felkészültem a szombati napra. De ez olyan, mintha bármelyik nagyobb ilyen sprint számot átteszik mondjuk a másik napra, hát az adott versenyző, aki versenyzett már valaha, vagy aki éppen állt már ugye rajtvonal elé, az pontosan jól tudja, hogy ezekre mentálisan fel kell készülni. Ez nem úgy van, hogy én most akkor megeszem a chipset, megiszom a sört, és akkor majd versenyzek, hanem itt kőkeményen ide rá kell készülni, mint táplálkozásban, mint mentálisan. Tehát ez egy ilyen összetett komplex dolog. Miben indokolták? Jobb időben reménykedtek másnapra? Igen, mert egyébként hatalmas volt a szél. De én úgy voltam vele, hogy inkább megpróbálnám szombaton, de nem, áttették vasárnapra. Vasárnap fölkelek, kinézek az ablakon, és azt látom, hogy szakadó eső van, és a versenyszervező az összes kategóriát lefújta. Tehát a döntő versenyeket már lefújta, és a Guinness világrekordokat is le akarták fújni, mert hogy őrültség lenne ebben az időben megpróbálni bármilyen Guinness világrekordot is, és az a versenyző, aki még megpróbált volna egy másik Guinness világrekordot, ő vissza is lépett, igen. Én viszont megírtam a szervezőnek, hogy figyelj, itt vagyok
Londonba, ambícióval teli. Én ezt a rekordot most meg szeretném próbálni. Tehát engem, tehát felőlem hú is esetett volna. Itt az a lényeg, hogy oda tudjak állni, és ugye már csak az is, hogy nem egy megpróbálás nélküli kudarc élmény, hanem akkor inkább ne sikerüljön a rekord, de úgy ne sikerüljön, hogy én ezt legalább meg tudtam próbálni. Mik az előírások? Hány lehetőség van? Harmadszorra sikerült neked összehozni? Harmadszorra sikerült, igen. Ez egy ilyen stresszel teli esemény volt. Ebből a szempontból van. Is, igen, mert hogy a Guinness hivatalosan 3 próbálkozást enged. Hát az első próbálkozásom az kicsúszott 14-18 lett, utána 14-13, és ezek mind olyan nuansznyi különbségek, hogyha mondjuk én 13-88-ra indítanék egy stoppert, és amilyen gyorsan lehetséges megpróbálnám megállítani, akkor lehet, hogy nem sikerülne 14-13-on megállítanom, hanem ugye túlmenne jelentősen. Tehát, hogy tényleg ezek nagyon-nagyon kevés századmásodpercek, úgymond. És hát a harmadik próbára felszívtam magam úgy, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor most tényleg mindent az agyamból kiürítek, mert egyébként rengeteget stresszeltem, úgy értem, hogy már az első sikertelen próba után úgy éreztem, hogy fú, basszus, ennek mennie kellett volna. Hát itthon én ezt megcsináltam. De hát itt látszik, hogy az adott körülmények között azért érhetik az ember befolyásoló tényezők. És akkor a harmadik próbánál sikerült annyira kitisztítanom az elmémet, és fókuszálni az ugrásra, hogy egy nagyon szép 13.00-as időt teljesítettem. Milyen versenyző típus vagy ilyenkor, az adrenalin, a druk, ez ilyenkor inkább emeli a teljesítményedet? Jelleg szerint igen. Mert beszélhetnénk egyébként a tavalyi rekordodról is. Az egész versenykarrierem. Tehát mindig, amikor volt valami gigszer, és mondjuk egy pályát maximális hibaponttal teljesítettem, és tudtam azt, hogy lehet, hogy mondjuk nem leszek benne a top 10-be világkupákon, akkor mindig jött valami, adrenalin, vagy esetlegesen egy olyan, nem is tudom, krízis helyzetbeli kezelés mentális oldalról, hogy mindig valamilyen rejtett tartalék előjött, és akkor meg tudtam csinálni. Ez mindenben így volt nálam. Ez ugyanaz volt, amikor az Erzsébet hídperemén gurultam végig, ott is 40 percig próbálkoztam, folyamatosan lelőltem. És egyszer utoljára összejött. Láttam, tényszonyom van. Hogy ez még nagyon, nem is nagyon, mertem nézni. Igen, tehát nekem, én azt gondolom, hogy ez ilyen rejtett tartalékok, ezek az erősek. Azért két mondat erejéig beszéljünk a tavalyiról is, idézzük fel. Ott is volt az, ami ilyen szempontból inspirált. Magasugrásról beszélünk. Magasugrás. 179,5. Így van. Ez is Londonban volt. Az első próbálkozásom itt is sikertelen volt. Hát mondanom sem kell, hogy azért ott is volt bennem adrenalin rendesen, mert ott pedig egy ugrást kellett megpróbálnom. Tehát ott nem is volt lehetőségem behozni. Itt azért, hogyha van egy nagyon-nagyon minimális kicsúszás, itt se sok fér bele, de itt azért, hogyha van egy minimális kicsúszás, valamennyit tudsz korrigálni. Akkor tudok korrigálni. Ott viszont nem lehetett korrigálni, és az első próbálkozás után mondták a többi versenyző, aki ugye figyelemmel követte a rekordkísérletet, hogy fúj a gumitba, mert hogy lapos a gumit. Na hát ez még úgy belém tette rendesen a parát, úgymond, hogy most tényleg lapos lenne. Hát ezek az ilyen kizökkendő dolgok soha nem jók. És megtetted egyébként, futál még bele, vagy nem, maradt? Nem, maradt. Ilyenkor az a legrosszabb, hogyha mert erről beszélgettünk tavaly erről a rekordról, de én szerintem ez nem került ez nem, szóba. Ez, igen, ez nem került szóba, ez csak egy ilyen kis nuanszként jött elő, hogy ilyenkor egy versenyzőnél a legrosszabb, hogyha megkérdőjelezik mondjuk a döntését, hogy ő mondjuk milyen beállítással, vagy éppen milyen technikával ugrik el. Azt nem szabad. Tehát az a legfontosabb, hogy már rekord, vagy éppen verseny közben, ezt soha nem szabad megkérdőjelezni. Tehát ott csak az, hogy ugye magabiztosságot sugaljon maga a versenyző is, ahhoz kell az, hogy igazából, ha rossz is a döntése, más szerint is egyetértsen azzal, amit gondol a versenyző. Néhány nap és Ceglédre érkezik a Tour de Hongrie. Válasz ebben valamilyen szerepet? Igen, természetesen. Imádom a ceglédi Tour de Hongriekat egyébként, tehát mindig kiválóan megszervezik. És hát most is ott leszünk a Hegesó csapattal, és fel fogunk majd lépni. Valamint jön majd egy sztár vendég is, nem a Hegesóra, de alapvetően ott lesz, miközben mi is fellépünk, tehát én mindenkit biztatnék arra, hogy jöjjön ki most a Tour de Hongrie eseményre. Egyrészt nézzen meg bennünket, mert hozzánk is jön még egy fellépő, tehát nem ketten leszünk Zolival, hanem még egy gyöngyösi profi triálos is csatlakozik majd a Hegesó bemutatókhoz, valamint ugye meg lehet nézni majd a világ legjobb
országúti kerékpárosait, ami magáért beszél. Második ceglidi triálbajnokságra kerül sor. Most egy kicsit előrébb szaladtam az időben. Olyan nagyon sokat nem. Szeptember 23-án lesz. Igen, így van. Szeptember 23, és mondhatjuk azt, hogy az ország legnagyobb triálversenye kerül most Ceglidre. Ez a tavainál annyiban lesz erősebb, hogy ugye a kerékpárszövetségnél egy még magasabb besorolást sikerült megszereznünk. Így gyakorlatilag ez egy olyan pontszerző verseny lesz, ami a legtöbb versenyzőnél eldöntheti azt, hogy akkor az országos ranglistán milyen pozíción is fog végezni. És hát ugye nekem óriási nagy célom az is, hogy egyrésztről kiválóan megszervezem az eseményt, másrésztről pedig az, hogy sikerüljön megnyerni. Tehát nem csak én leszek egyedül ceglédi versenyzőként, itt lesz majd Taki is, valamint Kozma Gergő is. Tehát a tavalyi ceglédi csapat, versenycsapat újra nálunk rajtvonal mögé fog állni. Ez tehát szeptember 23, és most már mondhatom azt, hogy a szokásos helyszín Szabadságtér. Így van, így van. Zárásképpen nem akarlak ezzel most különösebben nyaggatni, de azért megkérdezem, hogy töröd-e a fejed valami újabb csúcskísérleten, vagy erre még most korai beszélni? Most ezt lezártuk, ezt az idei rekordot, és akkor majd jövő év januárjában szeretnék megint valamit kinézni magamnak. Aztán a megvalósítása, az kiváló kérdés. Itt az a lényeg, hogy már legyen a fejemben valami elképzelés, hogy milyen irányvonalat szeretnék képviselni majd, és mire kell majd edzenem, felkészülnöm. Alapvetően az a szerencsém, hogy 16 év szakmai múlt után már azért egy ilyen 4-5 hónap elég ahhoz, hogy fel tudjak készülni egy ilyen triállal kapcsolatos rekordkísérletre. Tehát én azt gondolom, hogy ez januárjában majd körülnazódik, és akkor ugyanígy valószínűleg Londonban szeretnék valamit csinálni. Tehát tervbe van véve, a célt kitűzöd valamikor év elején, jövő januárban, és akkor célirányosan készülsz majd. Így van, így van. Most viszont a következő kihívásokra koncentrálok, Tour de Hungary és Ceglédi Triál Bajnokság. Nekem még egyszer gratulálok, köszönöm szépen, hogy nálunk érte. Köszönöm. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.